Fiatalok imádkoztak Ukrajna békéjéért a budapesti párbeszédházában megtartott Szentmisén, melyet Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes celebrált február 27-én. Az intézmény alaksorában lévő Jézus kápolnában az atya szentbeszédében imára hívta a híveket, hogy Ukrajnában legyen igazságosság, rend és kiengesztelődés a múltban az országot ért alól, és a területen uralkodjon el a feltétel nélküli szeretet. A 2013. novemberében kirobbant ukrajnai válságnak számos sebesültje és halottja van, miközben az ukrán-orosz viszony is egyre feszültebbé válik. Sajgó Szabolcs atya beszédét megnézhetik a Bonum TV beszédtár című műsorában.